Sziasztok! Egy kisebb kihagyás után újra jelentkezem. A kihagyás oka az, hogy gyönyörű kisfiam mellé, gyönyörű feleségemtől megszületett még gyönyörűbb kislányom, úgyhogy ez azért vett el természetesen időt tőlem, ami miatt az autóval nem tudtam foglalkozni, és szintén ez az oka annak is, hogy a családhoz egy kicsit közelebb átköltözött a műhely most már garázsba. Innentől kezdve nagyon olyan dolgok már nem lesznek, amihez valóban kellene egy akna, vagy kellene egy motorkiemelő, úgyhogy innentől indul csak igazán az otthoni szerelés, a garázsba szerelés, úgyhogy tartsatok továbbra is velem. A mai részben a technikával és a pályázással kicsit kevesebbet foglalkozok, de van egy másik olyan dolog, ami legalább ugyanolyan fontos, legalábbis számomra, nem csak a belbecs, a külcsin is passzoljon, úgyhogy a BBS RC felniket fogom felújítani, a peremeket polírozni, a középső csillagokat pedig fényezni fogom. Alumínium és felni polírozás nekem is most egy teljesen új téma lesz, még sosem csináltam ilyet korábban. Egy ismerősömtől, aki már többször csinált ilyet, kértem tippeket és tanácsokat, úgyhogy remélem, hogy első próbálkozás ellenére azért elég jól fog sikerülni. Mivel a középső csillag színe az autó dizájnjához mindig illeszkedni fog és mindig változni fog, ezért plastilippel fogom lefesteni. A felnék már savazva lettek, ez egy hasonló eljárás igazából, mint a homokfúvás, talán kevesebb mechanikai behatást hagy a felnin, utána hátra. A durvább hibákat először szárazon, mondjuk ilyen 280-tól 360-ig papírral szárazon lehet csiszolni, utána pedig a polírozásig folyamatosan felfelé haladva, vizes csiszoló papírral, 400-zal, 600-zal, 800-zal, 1000-rel, 1200-vel, 1500-tel, és a végén igazából, ami olyan már, mint egy sima papír, 2000-rel csiszoljuk át a peremeket, ezután lehet aztán polírozni. Ez a csiszolás egy jó kis testedzés is tud lenni, illetve arra készüljünk fel, hogy a tenyerünkön utána már új lenyomat azonosítás az nem lesz lehetséges. Száraz csiszolásnak vége van, elég is volt bőven ennyi porból, úgyhogy innentől kezdve vizes csiszolással folytatom. Közben mindig egy szivacsal nedvesítsük be a felületet, és egyre szebb lesz. Póló ellenére annyira nagyon meleg azért nincsen, úgyhogy használjunk meleg vizet, és még egy fontos tipp, mindig a lehető legcsúnyább felnivel kezdjük a csiszolást, mert a végére már eléggé el tud menni az ember kedve. Thank you.
csapó 1, nézzük. Varrott rongy után a ritkán varrott rongyal és egy másik pasztával fényesítem fel aztán teljesen a felületet. Nem lesz ez egy AMTS reméltó felni, de nem is ez a cél, az a lényeg, hogy körülbelül a gyári állapotot visszaállítsam most rajta. Csillagok szerencsére a savazás után elég jó állapotban vannak, úgyhogy csak egy csiszoló rongyal futok át rajta, és aztán jöhet is a szín. Csiszolás után nem marad más hátra, mint hogy portalanítjuk és zsírtalanítjuk a felületet. A zsírtalanításra akármilyen oldószert lehet igazából használni. Én most nitróval fogom ezt megcsinálni. Ezt lefújjuk a legutolsó porszemeket is. A nagyon óvatosak még esetleg arra is figyelhetnek, hogy a padlót felvizezzék, hogy ne szálljon egyáltalán por, de ugye mivel itt sprével fogok festeni, ezért túl nagy nyomás nem lesz a levegőbe. Ahogy ez lenni szokott, most is közbe jött valami. Felfújtam egy réteget körülbelül ebből a fújható fóliából, hát borzalom az egész, úgyhogy letakarítom és átváltok a jó öreg akrilfestékre. Excuse me. Ugyan elég jó selyemfénye van ennek az arany színnek, de azért mégiscsak egy matt lakkot teszek a tetejére, szerintem így lesz a legjobb. Festékkel és 3 réteg lakkal később készen vannak. A száradási időt megvárom, kicsit hőlégfúvóval rásegítek, mivel annyira még nincsen meleg.
indulhat a szuper kis összeszerelés. A csavarokat és az anyákat lehorganyoztattam, ezekbe az apró risztinkbe kapaszkodva kell beleütni a terembe. Egyszerűen egy rövid szárra egy ruha darabot ragasztottam, nehogy megsérüljön ütés közbe, és szépen egyesével kalapáccsal be kell ütni őket. Aztán közepes, szakító szilárdságú, én éppen Liqui Moly, vagy akár Loctite csavar rögzítővel rögzítsük. Ahogy az lenni szokott, itt is menet közben derülnek ki a dolgok. Kiderült ugyanis, hogy nem kell teljesen bekalapálni a csavarokat, mivel az elég nagy erőhatás jár, és félő, hogy mondjuk félre csúszik a szár, és megütjük a polírozott peremet. Egyszerűen csak egy kicsit megkocogtatjuk, hogy álljon, és a végén az anyával áthúzzuk, ez sokkal egyszerűbb, mint kiderült. Készültek a felnik, a hátsó rögzítő csavarokat olyan 24-30 Nm-rel kell az internet tanúsága szerint meghúzni. Kellő erővel és a Loctite-tal biztos, hogy passzolni fog. A közepébe a BMW emblém helyett később még majd egy másik kupak lesz. Összességében elmondható és igaza van mindenkinek, aki így gondolja, egy ilyen BBS RC set egy szebb fényezést, egy szebb polírozást és egy jobb szakembert is megérdemelne. Számomra azonban a befektetett munkának mindig sokkal nagyobb értéke volt, mint maga a tárgynak. Ha visszanézek az autóra, és látom, hogy minden, ami az autón van, az az én kezem nyomát hordja, az én munkámat dicséri, az egy megfizethetetlen érzés. A többire meg ugye ott van a Mastercard, ezt tudjuk, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, szevasztok! We'll be right back.